Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A szolgáltatónak kell jelezni a problémát, a közvilágítási hiba bejelentő használatára kérik a szexárdiakat. A szénmonoxid veszélyeire figyelmeztetnek, sokszor vonulnak a szintelen, szaktalan gáz miatt a tűzoltó. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, banki ügyintézőnek adják ki magukat, hogy személyes adatokhoz jussanak. A diákok is besegítettek, hosszú évek óta tart disznóvágást a dombóvári Szent Orsolya iskola központ. Tegyenek bejelentést a helyiek a szolgáltató online felületén, ha a szexárdon közvilágítási problémát észlelnek, ezt kéri a Fidesz frakció vezetője. Máté Péter azt mondja, a hibák ugyanis szinte minden esetben a több mint 100 kilométer hosszú kábelrendszer sérüléséből adódnak, azt a hálózatot pedig a szolgáltató üzemeltetés tartja karban. Az internetes hiba bejelentő felületük pedig jól és gyorsan működik. Nem ritkák a közvilágítási problémák a szekszárdi Körösi Csoma Sándor utcában és a környékén. Évelején többször is elsötétült éjszakánként ez a városrész. Az ok nem a spórolás, hanem a szolgáltató kezelésében levő hálózati elemek, leginkább a kábelek meghibásodása. 23 elejére ígérik a alábbi javításokat. Kadarka utca, Előhegy utca, Mikes utca, Jókai utca, Holub utca és környéke, itt vagyunk a Szövetség utcában, Mátyás utca nyugati része, Körösi Csoma Sándor utca, Újfalusi utca, Kilátó utca környéke, Lehel utca, Mészáros Lázár utca, Bajcsi Zsilinszky utca, Béri Balog Ádám 99-125 között. Ezeknek a szakaszoknak a javítását tehát még idén évelején elvégzi a szolgáltató. A közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője pedig arra kéri a helyieket, hogy amennyiben valahol hibát észlelnek a közvilágításban, tegyenek bejelentést. Ott kap egy választ rá, egy azonnali választ kap, hogy fogadták a bejelentést, majd rövid időn belül kap egy hivatalos PDF melléklettel egy választ, aminek van egy száma, ez egy iktatószámmal, hogy milyen számban iktatták a hibát. Hogyha ez ismétlődik, ugye erre tud hivatkozni, vannak ismétlődő hibák, pont ezek miatt lesznek a javítások. Az idei évre vonatkozóan egyébként apró fejlesztések is terben vannak. Például a Holub, a Béri Balog Ádám és a Damjanics utcákban kandellábra alapzat és kábelcseréje történik meg, közel 20 millió forint értékben. A hideg, szélcsendes és csapadékmentes időszak kedvezőtlenül hat a levegőminőség alakulására, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán. A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban javulás nem várható, tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szállópor rövid távon, magas koncentrációban légúti tüneteket, például köhögést, valamint szemirritációt, könnyezést okozhat. A légszennyezettség különösen veszélyes a gyermekekre, a várandós nőkre, az idősekre és a krónikus légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre. Figyelmeztettek továbbá arra, hogy a kedvezőtlen levegőminőség esetén sem szabad megfeledkezni a belső légterek rendszeres, gyors szellőztetéséről. Az Energiaügyi Minisztériumban önálló államtitkárság jön létre, mely a víziközmű ágazat megerősítéséért felel. Az államtitkárságot 2023. február 8-ától Vénémet Zsolt vezeti, jelentette be a tárca. A döntést a minisztérium azzal indokolta, hogy a kormány célja a közműszolgáltatások színvonalának emelése, az ágazat köztulajdonú vállalatai működőképességének biztosítása, a nemzeti vízkincs védelme és hatékony hasznosítása. A megbízhatóság és fenntarthatóság hosszabb távon is alapvetően befolyásolja a magyar emberek életminőségét, ezért az új szervezeti egység kiemelt feladata a szolgáltatások szabályozása és felügyelete, valamint az ágazatban jelentős szereppel bíró önkormányzatokkal való együttműködés áll a közleményben. Vénémet Zsolt 25 éve országgyűlési képviselő, 2010-től a Vidékfejlesztési Minisztériumban, azt követően 2014 és 2018 között a Földművelésügyi Minisztériumban töltött be államtitkári tisztséget. Tavaly óta a magyar életmód és nemzeti értéke védelméért felelős miniszterelnöki biztosként tevékenykedik.
A szénmonoxid veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek. A szintelen szagtalan gáz minden évben okoz mérgezéses balesetet Tolna vármegyében is. A tűzoltókat rendszeresen riasztják ilyen esetekhez. A téli fűtési szezonban az egész országban, így Tolna vármegyében is megnő a szénmonoxid okozta balesetek száma. A szintelen szagtalan gáz belélegezve akár néhány másodperc alatt eszméletvesztést okozhat, perceken belül pedig fulladásos halált. A katasztrófa védelem ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy aki nyílt égésterű tüzelőberendezést használ, legyen különösen óvatos. Téli fűtésszezon idején is mindenki szerőztessen, tehát a friss levegő utánpótlás az ennek az alfája és omegája egyszer, amellett, hogy a tüzelés fűtőberendezésünk hibátlanul működik, ezt pedig egy egyszerű szakember általi felülvizsgálattal tudjuk elérni, hogy ez megfelelően üzemeljenek. Tehát én mindenkit arra kérek, hogy itt a téli fűtésszezonban is ismételten a szerőztetéseket végezze, valamint a húzat biztosítása érdekében pedig a kéményének az ellenőriztetését is. Az országnak ezen a részén tavaly 27 alkalommal vonultak tűzoltók szénmonoxid okozta esetekhez. Haláleset Tolnában nem történt, de országosan ugyanez nem mondható el. Idén pedig újabb két szivárgás miatt is riasztották már a lánglovagokat. Bán Attila, vármegyei tűzoltósági főfelügyelő azt mondja, vannak a lakásoknak kifejezetten veszélyes részeik. Mindenképpen meg kell említeni a fürdőszobákat, ahol ugye általában a vízmelegítésekre is szokták alkalmazni, használni a kombikészülékeket, illetve természetesen minden olyan helység, ahol nyílt égésterű tüzelőfűtőberendezés üzemel. Ezt javasoljuk. A szakértők szerint érdemes lehet egy nagyjából 10.000 forintos szénmonoxid érzékelőt is beszerezni. Egy könnyű sérüléssel járó és egy anyagi káros baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegyében. Bölcske és Dunaföldvár között haladt egy férfi autóval, amikor elmondása szerint egy őz ugrott elé. A sofőr ekkor hirtelen balra rántotta a kormányt, de elvesztette uralmát a jármű felett és a jobboldali árokba sodródott, majd felborult. A balesetben a kocsi vezetője könnyebben sérült meg. A szondát is megfújatták vele, ami pozitív eredményt mutatott. Az egyenruhások elvették vezetői engedélyét, és további mintavételre is előállították. Dombóváron pedig egy anyagi káros baleset történt. Egy autó vezetője tolatás közben nekiütközött az ott álló kocsi bal hátuljának. Emellett a szerdai nap sem múlt el anélkül, hogy itt a sofőröket ne szűrtek volna ki a forgalomból. Nagydorogon és Tamásiban is volt olyan járművezető, aki pozitív értéket fújt. Mindkettőjükkel szemben büntető eljárást indítanak. Az ukrán-magyar határszakaszon 4736-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határon érkezők közül pedig 3902-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából jöttek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 117 embernek állított ki 30 napra érvényes, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát, a végleges okmányok beszerzéséért írták. Banki ügyintézőnek adják ki magukat, hogy személyes adatokhoz jussanak. Csalókra figyelmeztet a rendőrség Tolna vármegyében. Sok esetben az AnyDesk nevű alkalmazás telepítését kérik a gyanútlan áldozatoktól. Ezen keresztül távoli elérést biztosítanak az ismeretlennek. Vagyis a program segítségével az elkövetők átveszik a számítógépek, vagy akár az okostelefonok feletti irányítást. Az elmúlt egy-két évben Tolna vármegyében is több tucat feljelentést tettek olyan emberek, akik bankszámláiról ismeretlen tettesek távoli elérés segítségével pénzt loptak el. A módszer neve Wishing, ami egy olyan telefonhívás, amely a személyes adatok megszerzését célozza, és a hívó többnyire pénz átutalására is megpróbálja rávenni az áldozatot. A telefonhívást kezdeményező személyek általában a banki ügyintézőnek adják ki magukat, és arra hivatkozva, hogy a felhívott ügyfél számláját támadás érte, megkérik, hogy egy általuk megadott számlaszámra utalját az azon lévő összeget. Más esetekben pontos iránymutatást adnak, hogy ezt a távoli elérést biztosító programot többnyire az AnyDesk
ezeket hogyan tudja telepíteni a személy, és ezáltal, ha létrejött a kapcsolat a két eszköz között, akkor a számlánk fölött átveszik az uralmat. Előfordulhat, hogy banki adatokat megszerezve sajátjukként használják a folyószámlánkat a csalók. Egy másik szintén becsapott ügyféllel a mi számlánkra utaltatják a pénzt, és onnan vagy elköltik, vagy tovább utalják egy következő számlaszámra, ezzel is nehezítve az utolérhetőséget. Más esetekben pedig a számlánkhoz hozzáférve hitelkeret terhére vesznek le kisebb-nagyobb összegeket, ez akár több milliós tétel is lehet, ami utána nekünk hitelként jelentkezik. Annak érdekében, hogy ne váljunk csalók áldozatává, ha ilyen gyanús hívást kapunk, azt haladéktalanul jelentsük be a bankunknak. Legyünk óvatosak a kéretlen telefonhívásokkal, kezeljük fenntartásokkal az ott hallottakat. Amennyiben sürgetőek, az is bizalmatlanságra adhat okot. Mindig gondoljuk át alaposan, amit hallottunk, és ne válaszoljunk meggondolatlanul. Vasárnap kezdődik a Házasság hete programsorozat. A szervező egyházak és civil szervezetek egy héten át közel 50 településen, 100-nál több programmal hívják fel a figyelmet a házasság a család értékeire. Magyarországon a hét mottója szeretetbe kapaszkodva. A lassan két évtizede működő dombóvári ifjúsági fúvószenekar új karmesterével várta ünnepi koncertjére a zenekedvelőket a település művelődési házába. A teltház előtt szereplő zenekar számos külföldi koncertet tudhat maga mögött. Céljuk a jövőben is az, hogy az élő fúvószenét népszerűsítsék hangulatos átdolgozásokkal, melyekből nem volt hiány a 2023-as évük első koncertjén sem. A dombóvári Szent Orsolya iskola központ hagyományőrző és oktató céllal szervezi meg évről évre az intézményi disznóvágást. A pedagógusok közreműködésével a diákok is részt vesznek a feldolgozásban. Nagy volt a nyüzsgés a dombóvári Szent Orsolya Bencés iskola központban, ahol egy régi hagyomány, a disznóvágás elevenedett meg. A program nem új keletű, az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákok találkozzanak a téli időszakra jellemző falusi életben megjelenő hagyománnyal. Az iskola nagyjából 10 évvel ezelőtt csatlakozott egy programhoz, amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy azóta ez tradícióvá vált náluk. A nap ilyenkor korábban indul, mondta el az igazgató. Fél hétkor kezdődik, amikor is levágott fél disznókat hoznak ide, most két disznóból, tehát 4 fél, és akkor elkezdődik a feldolgozása, és egy igazi nagy családként működik ilyenkor az iskola, tehát a tantestület hölgy tagjai azok főzik a rizst, meg amit kell ilyenkor, hagymát, a fiúk szétbontják a disznót, darálják a húst, és később töltik a kolbászt. Az iskola diákjai pedig a nap folyamán többször körforgásszerűen váltják egymást a disznóvágás helyszínén, ahol számos kérdést tesznek fel a pedagógusoknak. A munka folyamatokba a vállalkozó szellemű tanulók is bekapcsolódhattak. Éppen most a mostani munka folyamat, ugye a csontokat vágjuk össze, ebbe is tudunk nekik egy kicsit részt adni. Esetleg amikor a kolbászt bekeverjük, abba is, ahhoz is hozzányúlhatnak egy kicsit, a darálásnál is kivehetik a részüket. Az iskola diákjai közül sokan csak itt az intézmény falain belül találkoztak ezzel a régen, akár az egész utcát megmozgató eseménnyel, de akadtak olyanok is, akik a családjuk körében is rendszeresen vesznek részt a disznótoron. Eddig daráltam, meg egy kicsit vágtam. Igazából jó, élvezem csinálni. Régebben apukámmal szoktam csinálni, és megszerettem. A dombóvári Szent Orsolya Bencés iskola központ célja, hogy a disznóvágás hagyományát tovább vigye, és ameddig lehetőségük van, addig évről évre visszatérő program legyen az intézmény életében. Regionális híreink következnek. 3 csoportos bölcsőde épült Keszüben, 38 gyermeket helyezhetnek el az új intézményben. Megnövekedett a hajléktalanok száma, mintegy 300-zal többen keresnek menedéket a támasz alapítványnál. Változnak a jövedéki adóról szóló törvény egyes részei, február 13-ától lépnek életbe a módosítások.
Több mint 421 millió forintból épült új bölcsőde Keszüben. A háromcsoportos főzőkonyhával ellátott intézménybe 38 kisgyermeket helyezhetnek el szüleik, ezzel egy időben pedig 13 munkahely is létesült. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy ez a beruházás is azt igazolja, hogy a vidéki Magyarországon is van jövő, és elérhetőek azok a szolgáltatások, melyek a nagyvárosokban biztosítottak. A Gyódi óvodások készültek egy kedves műsorral. A kicsik a most megépült bölcsöde átadó ünnepségén mutatták be előadásukat Keszüben. A Pécs melletti kis településen egy több éves álom vált valóra az intézmény elkészültével. A bölcsöde a Baranya szerte a rendszerváltás óta legnagyobb óvoda és bölcsöde fejlesztési program része. Több mint 30 helyszínen jöttek létre új intézmények. Ennek egyik szép példája a pécsi agglomerációban található Keszü település, ahol mintegy 450 millió forintból, megyei fejlesztési forrásból és a kormányzat által biztosított többlettámogatásból egy vadonatúj háromcsoportos 38 férőhelyes bölcsödét sikerült létrehozni, amely egyébként 13 munkáját is teremt a kis településen. Ez a beruházás azt is igazolja, hogy a vidéki Magyarországon is van jövő, és elérhetőek azok a szolgáltatások, amelyek a nagyvárosokban biztosítottak, tette hozzá Őri László. Amikor végigjártuk ma ezt az új intézményt, akkor azt tapasztalhattuk, és ezt kézgyermekes édesapaként is láttam, hogy ez az intézmény valóban 21. századi feltételeket biztosít a gyermekeknek, a szülők elvárásainak megfelelő intézmény jött létre, amely nem csak a megyeszékhelyen Pécset, de Európa bármely pontján megállná helyét. A tapasztalatok alapján egyre többen költöznek ki kisebb városokba, falvakba, ezért ilyen intézményekkel is ki kell szolgálni a lakosság igényeit, hangzott el az eseményen. A modern bölcsödében kialakított főzőkonyha a helyi kisgyermekek mellett a gyódi óvodások, iskolások és a szociálisan rászorultak étkeztetését is biztosítja. Még 2022. januárjában 110, addig az idei év első hónapjában közel 300 hajléktalan keresett menedéket a Támasz Alapítványnál. A hontalanokat segítő szervezet az egész Dél-Dunántúlon lát el szolgálatot. A mínuszok miatt a munkatársak a fűtetlen lakásokban élőket is felkeresik, és a rászorulókat melegedőbe, szállóra viszik. Sokan vannak éppen a Támasz Alapítvány Dugonics utcai nappali központjában. A reggelizés időpontja után érkeztünk stábunkkal. A mínuszos időjárás miatt a szervezet munkatársai fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy ne legyen senki se az utcán, azaz éjszakára gondozottjaik bent legyenek az alapítvány valamelyik szállóján. A vörös kód a Dunántúlon jelen pillanatban még nincs előírva. Jelen pillanatban az összes szállás helyünk, ami menedékhely típusú, az ilyen 75%-os mértékben van feltöltve, tehát van még helyünk. De döntően azok az emberek vannak kint most már, akik ebben az időszakban sem veszik igénybe, még a hideg ellenére sem a szolgáltatásokat, hiszen valamiféle romos, nem lakás céljára szolgáló helyiségben vannak, fűtetlen lakásokban, ezeket a mi utcai szolgálatunk rendszeresen látogatja egyébként. A Támasz Alapítvány az egész Dél-Dunántúlon ellátja a krízis autószolgálatot. Másik fontos feladata a krízis autószolgálatnak az életmentésben van. Ez szerint felkeresik a fűtetlen lakásokban élőket, és beviszik a melegedőbe, szállóra a rászoruló embereket. Valaki itt Dél-Dunántúlon tud olyan szomszédról, ismerősről, aki a fűtésben akadályoztatva van, és az élete veszélyben van, akkor ezt is mindenképpen fontos bejelenteni, mert tudni kell, hogy a kihűléses haláleseteknek a többsége az lakásban élő emberek esetében fordul elő, tehát olyan emberek, akik valami miatt nem tudnak gondoskodni magukról, nem tudnak befűteni, vagy egészségi állapotuk miatt, vagy egyéb okok miatt. Januárban megnövekedett a hajléktalanok száma. Ennek egyik oka családi, a másik a drágulás, az infláció. Még 2022. januárjában 110 új hajléktalan érkezett az alapítványhoz, idén ennek 2-3-szorosa a jellemző. A szervezetnél igyekeznek mindenkinek orvosolni a baját. Élelmiszerbankkal vannak szerződésbe, így élelemből nincs hiányuk. Krízis esetén hívható a diszpécser szolgálat, amelynek telefonszáma 72-es körzet 233-169.
Február 13-ától változnak egyes jövedéki szabályozások, tájékoztatta stábunkat a NAV Baranyavármegyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy a NAV engedéllyel rendelkezőket, az unión belüli szállítókat, valamint az MCS rendszert és az e-kókmányt használókat érinti a módosítás. A magáncélra, vásárlásra és a csomagküldőszállításokra nem vonatkoznak a változtatások. A jövedéki adóra vonatkozó uniós irányelv magyar jogrendbe történő átültetése miatt változnak a vonatkozó törvény egyes részei. A módosítások a magáncélra vásárlást és a csomagküldő szállításokat nem érintik, azonban több területen is oda kell figyelni a változásokra. Ezek érintik például a NAV engedéllyel rendelkezőket, mint a sörfőzdék, dohánygyárak és kereskedelmi szeszfőzdék, az unión belüli szállítókat, valamint az úgynevezett EMCS rendszert használókat. Azok, akik adófelfüggesztéssel szállítanak jövedéki termékeket, használják ezt a bizonyos rendszert, és ezt a rendszert kell kiterjeszteni a szabad forgalomba bocsátott, illetve a kereskedelmi forgalmazású jövedéki termékekre. A magával rendszerbe az engedélyek kiegészítése automatikusan meg fog valósulni február 13-ától. Ezt a dátumot követően a korábbi ügymenetnek megfelelően kérelmezni kell a kiegészítést. Emellett az eddig használt eko-okmány megszűnik február 13-án. Ez a dokumentum a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi célú szállításához kapcsolódó papíralapú kísérő okmány. A február 13-a előtt indított szállítások leigazolására, az átvétel leigazolására még lehet majd használni ezt a papíralapú nyomtatványt december 31-ig. Február 13-át követően indított szállítások esetén viszont már csak az új elektronikus ekonyomtatványt lehet használni. Több változásra is oda kell figyelniük az érintetteknek, ám mint valamennyi adózást érintő kérdésben, úgy ebben a témában is kérhetnek segítséget a NAV munkatársaitól telefonon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Rendkívül népszerű a székelyszabari Schwab-ház. Az interaktív kiállítást, múzeumot és tanösvényt is magában foglaló turisztikai látványosságot tavalyi átadása óta 50 csoport látogatta már meg. A Schwab-ház Székelyszabar központjában található. A helyi német önkormányzat 3,6 millió forintért vásárolta meg az ingatlant, mely a korra jellemző hosszú ház nagy kapu bejáróval, az utcai részén több szobával. A kor szokásának megfelelően a gazdasági épületek a lakóterület meghosszabbításaként kaptak helyet. Több család is lakott itt, a Krémer, a Weber, az Eller család, és a legvégén a Müller családtól vettük meg, és onnan újítottuk föl. Azt kell tudni, az épületről egy tipikus Langhaus, hosszú ház, 50 méter hosszú ház. Igazából egy tehetősebb Schwab paraszt családé volt, akinek földjeik voltak, állataik is voltak, úgyhogy, és ezt mi kinéztük akkoriban magunknak, és örülünk, hogy ezt meg tudtuk valósítani. Az épület helyiségeiben az igényesen összerendezett bútorok, használati eszközök, ruhák a székelyszabari németség életét mutatják be. Minden helyiségben próbáltuk úgy megtervezni, hogy mindenhol legyen valami olyan elem, ami máshol nincs. Mit tudom, megnyomunk egy gombot, akkor elmondja a szobáról, mondjuk a tiszta szobának a történetét, vagy a sima szoba történetét, vagy van egy ládánk, ahol a kitelepítésről hallunk egy verset, vagy tablettek vannak több helyen, ahol a gyerekek játszani tudnak. A beruházás keretében, mely kormányzati támogatásból és önerőből valósult meg, interaktív kiállítás és egy tanösvény is készült. A turisztikai látványosságot a tavalyi átadó óta 50 csoport látogatta már meg. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. A szolgáltatónak kell jelezni a problémát, a közvilágítási hiba bejelentő használatára kérik a szexárdiakat. A szénmonoxid veszélyeire figyelmeztetnek, sokszor vonulnak a szintelen, szaktalan gáz miatt a tűzoltó. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, banki ügyintézőnek adják ki magukat, hogy személyes adatokhoz jussanak. A diákok is besegítettek, hosszú évek óta tart disznóvágást a dombóvári Szent Orsolya iskola központ. Pénteken is hasonló eseménytelen napos idő várható. A hajnali erősebb fagyot követően délutánra jellemzően már plusz 5 fok köré enyhül a levegő hőmérséklete. Csapadék nem érkezik.
Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!